tudnivaló, hogy tényleg egy ilyen sorozat harmadik állomásához érkeztünk el. Az első alkalommal még annak idején, talán november havában, ha jól emlékszem, akkor ugye a táltos hagyományt jártuk körül. Utána következett ugyanezen a hagyomány körön belül a teknőkaparó, tehát azt vizsgálgattuk, hogy ki lehetett ez a teknőkaparó, létezette egyáltalán, és hogy a jövendőlései azok mit mondanak, mit vetítenek előre. És miután ott a 19. század első harmada táján találjuk meg ennek a teknőkaparónak a, ha ez konkrétan létező személy volt, akkor minden jel szerint ez ugye a reformkor kezdete táján már létező személlyel lehet számolni. És a jövendőlései azok az egész Kárpát-medencében elterjedtek, de olyan módon, hogy teknőkaparó az Dél-Alföld, tehát Szeged, Makó térségére, nem azt mondom, hogy korlátozódik, ott maradt meg. És akkor most lépünk tovább, mert ha van egy teknőkaparó, és emlékezzünk vissza, azért a teknőkaparót a csillagos égbolton meg lehetett találni. És mivel nem a vizsgáztatás kedve ütött itt most ki, de azért mégiscsak az ember visszakérdez, hogy egyáltalán, aki az elmúlt alkalommal itt volt, az vissza tud emlékezni, hogy hol lehetett megtalálni a teknőst a csillagos égbolton. Bizony a tejút széle mentén, a nyári égbolton, de egyébként a téli égbolton is látható, így karácsony felé haladva, ha tiszta az idő, akkor az ténylegesen egy szerencsés idő szakasz a tájékozódás világában, mert korán sötétedik, tehát 4 óra körül már sötét van, és ez azt jelenti, hogy naplemente nyugati napszentülte irányába a nyári égbolt csillagképei még jól láthatók. Tehát a nagy nyári háromszög, ami arról nevezetes, hogy 3 csillagkép 3 fő csillaga, alkotja az úgynevezett nagy nyári háromszöget, mert ha felnézzünk a csillagos égboltra, akkor lehet látni, hogy itt is van egy fényes csillag, ott is van egy fényes csillag, amott is van egy csillag. Hát érdekes módon háromszöget alkotnak, 3 csillagkép fő csillaga, már el lehet kezdeni a csillagos égbolton való tájékozódást, mert az egyik az a Sasnak, az Aquilának a fő csillaga, ez a Altair vagy Altair. Na most, ha mondai és krónikás és mitikus történelmünkbe a Turul madarat keressük, tehát a Turul madár égi forrás helyét, akkor itt az Altair környékén, maga az Altair egyik jelentés rétegében egészen biztos, hogy ott lehet azonosítani. A másik egy másik madár, ez a tejút hasadéka fölött röpül el, meg ketté ágazik a nyári csillagos égbolton a tejút, és ez a hattyú csillagkép. És annak az alfa csillaga, a fő csillaga, a hattyú farka, ez a Deneb. Mind a két csillagkép rajta van a tejúton. Tehát benne vannak a tejút, hát minden a tejútban van benne, csak ahogy mi a földről nézzük az égbolton a tejútnak a látható vonulatát, hát vannak olyan csillagok, csillagképek, amelyek rajta vannak, vannak, amelyek kívül esnek. De mindannyian a tejút rendszeren belül vagyunk benne, csak hát nyilván van egy sűrűsödési, csillagsűrűsödési irány, és ez a nyilas csillagkép irányába vezet, Sagittarius keleti megfelelője a ló, és a nyilas csillagkép irányába lehet a tejútrendszer központja felé tájékozódni. Tehát egyenesen, mi, hogyha jó lenne a szemünk, de hát műszeres vizsgálódások is most már lehetőséget adnak. Egy biztos, a nyilas csillagkép felé, hogyha az utunkat a látás útján meg tudnánk hosszabbítani, akkor a felülről nézve a forgó rózsa alakzatra emlékeztető, tehát van egy magja és spirálkarok, a forgást is nagyon szépen megjeleníti. Na, ennek a magja, ennek a központja van a nyilas csillagkép irányában, ami miért jelentős tétel, mindenféleképpen jelentős földi tétel,
mert földről nézve számtalan csillagképet lehet látni, de csak egy irány mutatja meg, egy nyiladék, egy nyílási irány mutatja meg, hogy merre van a haza, most idézőjelben mondom. Tehát hol van ennek az egész látható csillagos égboltunkon, szabad szemmel könnyen látható csillag rengetegnek, rendszernek, hol van a központja. És a mundán asztrológiai hagyomány, hát ami nem egyéni életsorsokkal foglalkozik, hanem a világ sorsával, hát a legrégebbi idő óta a magyar népet is, és a Kárpát-medencét is úgymond a nyilas csillagkép befolyási övezete alá helyezte. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a mi viselkedésünkre, magatartás mintázatunkra, hát az a tulajdonságkör lesz a jellemző. És egy Papp Gábort idézve, mert a tejút rendszernek, egy csillagász is ugyanezt mondaná még eddig, az egy generatív központ. Tehát ez azt jelenti, hogyha 100 vagy 200 milliárd, és akkor a modern csillagászat most nem alá akarom becsülni, de azért gondoljuk végig. Tehát nem mindegy, hogy 100 milliárd csillagon vagy 200 milliárd. Ha én más szinten ilyen módon adok meg adatokat, hogy ebbe a teremben most vagy 100 ezer ember ül, vagy 12, hát az azért körülbelül lehet érezni, hogy onnantól kezdve a számítások, milyen a légtér, hol szállásoljuk el őket, milyen az összhang, az összhatás, tehát teljesen más világ ragozódik ki abban a pillanatban, hogyha az arányok azok pontos meghatározás alá kerülnek. De teljesen mindegy, mert minden ebből az éltető, generatív, adakozó, teremtői tulajdonságkört idéző, hogy úgy mondjam, központból származik, nyilas csillagképen keresztül érkezik be, közvetlenül ez a hatás, és ugyanakkor pedig a nyilasban a Jupiter van uralomban, tehát ő van otthon. Jupiterről pedig tudni kell, hogy ha csak a görög mitológiát vesszük alapul, de hát ott Zeusnak nevezik, de hát a római mitológia az gyakorlatilag egy ilyen adaptáció vonalán mutatkozik meg. Tehát úgy igazi önálló kultúrája a római kultúrának tényleg nem volt, ez iskolai tananyag, hogy a művészetben, szobrászatban, festészetben, mozaikkép, tehát mindent, ami úgymond szellemi értéknek számított, ők magukat a görögök utánzóinak tekintették. Most ez, ha már tettem egy ilyen mondatot, ez milyen sajnálatos, mert ugyanakkor a görögöket az ókori, magas kultúrájú népek és az általunk már alig számon tartott ős népek gyakorlatilag egy ilyen felkapaszkodott jövevény népességnek tekintik, akiknek alig volt az ókorban múltjuk. Hát ez a világtörténelemben ez mindig egy ismerős képlet, hogy egyszer csak lesz valami, na de nincs előzmény. De mivel nincs valóban nagy múlt, hát maguk közül szétcsapják a világot. De valami nagyon nagy mellénnyel és nagyon nagy maga biztossággal. Tehát Hérodotosz is egy kicsit szomorúan vette tudomásul, hogy őt mindenhol, Egyiptomtól kezdve, bárhol, ahol megfordult, nem gőgös módon, de azért jelezték. Amikor egy egyiptomi pap elmondja Hérodotosznak, vagy elmondja Szólónnak, a görögök egyik jeles emberének, amit Platón is leír a maga filozófiai műveiben, hogy egy egyiptomi pap az úgy állt hozzá, hogy ti, hát görögök, nagyon fiatalok vagytok. Nem is tudom, hogy egy kezemen meg tudom azt a néhány évtizedet számolni, most nyilván túlzok, ami a ti mutatatot jelent. És akkor mondja az egyiptomi pap Szólónnak, hogy mi 12 ezer évet, évekre lebontva a múltunkba vissza tudunk követni. És gondoljuk végig, hogy az ókorban nem az egyiptomiakat tartották a legrégebbi, legősebbi népnek. És jönnek a káldeusok, hát a káldeus az egy olyan mezopotámiai nép, ami hát megint csak a mezopotámiai őstörténetnek a legősibb rétegeit fogja felidézni. Hát amit a hivatalos kutatástörténet, orientalisztika, sumerológia, mondjuk Sumernek nevez, ez meg lehet kockáztatni, hogy édes testvér a káldeussal. Most a káldeus miért jelentős tétel? Azért jelentős tétel a nyelvi úton, tehát még egyelőre nyelvi úton, mert ennek a
névváltozatai családnevekben, településnevekben, földrajznevekben messze megvan az egész Kárpát-medencében. Hát gondolom találkoztunk már Káldi névvel. Na most a káldeusokról viszont az a hagyomány járta, hogy egy olyan papi testület alakult ki náluk, ahol a tudás apáról fiúra öröklődött. Tehát ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a hagyomány hosszú évezredeken, év tízezredeken keresztül, majd idézni fogom, hogy ennek mi az alapja, hogy évtizedekről beszélünk, az ókori népek, így az egyiptomiak is. Tehát nem tudom, hogy észrevettünk-e valamit. Mi állandóan az egyiptomiakat tekintjük a legrégebbieknek, mert tényleg elég ősiek. Én ezt nem vitatom, meg ott vannak azok a megfejthetetlen építészeti talányként mutatkozó piramisok. Tehát ez mind hiteles és igaz. Csak van egy probléma. Az egyiptomiak másokat tekintettek régebbi népeknek és magasabb kultúrájúaknak. És ilyenek voltak többek között a káldeusok, ahol ezt a papi testületet, akik a csillagos égbolttal behatóan foglalkoztak, mágusoknak hívták. Tehát mi általában egy karácsony felé haladva, ha meghalljuk azt a szót, hogy mágus, betlehemi csillag, Jézus születése, kapásból azt, mert hollywoodi filmek így tárgyalják, hogy Perzsiából jönnek mágusok. Nyugodtan jöhetnek Perzsiából mágusok, csak akkor önálló módon Perzsia nem létezett. Akkor a pártos birodalomból jöhettek csak, mert Jézus születés előtt 250 év tájékán létrejön a pártus birodalom, és ugyanakkor pedig Jézus születése után 250-re, hát a tragikus előzmények már 220-as években megmutatkoznak, de úgy 250-re, mert azért vannak szabadságharcok pont a szaszanida perzsákkal szemben, az gyakorlatilag még 250-260-ig elhúzódnak a harcok. És ez mit jelent? Jézus születése tulajdonképpen gyakorlatilag ennek a keleti mezopotámiai nagy birodalomnak időben, mert hát nem ott születik Jézus, és nem is abból a világból származik olyan módon, hogy most így azonosságot lehet vonni. Csak a pártus birodalom behatárolása érdekében nagyon szép jelzés, hogy tulajdonképpen Jézus pont ennek a fél ezer éves időszaknak úgymond a kellős közepére születik bele. És ez az időszámításunk alapja Krisztus előtt, vagyis Jézus születése után, és onnantól kezdve vagy eltelt 2023 év azelőtt, vagy volt 300 év betoldás, vagy nem volt, ezzel most nem foglalkozunk, de az időszámításunk az Jézus születéséhez méri az időt. Na most mi a döbbenetes tétel, hogy ez az időszámítási rendszer viszont nem 2023 évre megy vissza, hanem mindössze jelenlegi időszámításunk szerint másfél ezer esztendőre. Mert az akkor vallási vezetői pozíciót betöltött római pápa megkéri Attila király halála után vagyunk. Tehát ő 453 tájékán távozik a földi lét forgatagából, jelenleg időszámításunk szerint, tehát ezt mindig hozzá kell tenni. Megkér egy szkíta származású szerzetest. Na most azért megint el lehet tűnődni, hogy milyen érdekes, hogy azt tudjuk, hogy kopernikuszi világkép, de azt, hogy kiszámította ki Jézus születésének dátumát, valami miatt nem tudjuk. Érdekes módon itt most a világ felhajtásos nagy média propaganda gépezet, hát gyakorlatilag évszázadok óta olyan meglepő, megkapó, magabiztos módon hallgat, pedig hát ha az ember belegondol, észszerű feltenni azt a kérdést, hogy ki állapította meg az időszámításunknak a kezdő dátumát. Nagyon egyszerű a válasz, kit a származású. Tehát gyakorlatilag fájtlat rá, spongyát rá, szkít a származású. Hát miért nem egy másik nép fiát kérik meg, akik vagy elutasították, vagy elfogadták. Hát hivatalosan onnan vétetett. Hát ha valahol tudják, hogy ő mikor születhetett, mi? Szkíta származású szerzetest.
És akkor ott már vannak eltérések, hogy a Fekete-tenger északi partvidékéről származott, vagy Kárpát-medencei szkíta területekről származott. Dionysius Exiguusnak nevezik. Na most mindenhol, minden nagy világvárosban, keleten, északon, délen és nyugaton megérdemelne, hogy főtéren ott van egy szobor, mondjuk, vagy egy megemlékező hely, hogy gyerekek, ő számította ki azt az időt, amit ti Jézus születésének gondoltok. És nagy valószínűség szerint, és itt jön a nagy kérdés, hogy milyen forrásokkal, milyen adatokkal rendelkezhetett ő, amilyen forrásokkal még a Vatikánban a római pápa sem és a legszűkebb bíborosi kollégium sem volt tisztában. Na most ezeket azért mindig érdemes, hogy úgy mondjam, időnként előtérbe állítani és megfaggatni, de hát nyilván innen is tovább lehet arra szolgatni a úgymond megkezdett utunkon. Tehát végeredményben van egy olyan időszámítási rendszerünk, ami Jézus születéséhez kötődik, és Jézust a betlehemi jászolban Máté evangéliuma szerint is, gondolom tudjuk, Lukács evangéliuma és Máté evangéliuma jelzi azt a csodálatos születést, hogy vagy angyal, vagy csillag mutatja meg a pásztoroknak, vagy Máté evangéliuma szerint a keleti mágusoknak. Na most ezek a keleti mágusok tényleg keletről jöttek, de soha nem voltak perzsák. Vagy méd mágusok lehettek, vagy, és erre számtalan dokumentáció van, például a Szír kereszténység szent könyve is itt tartja számon, káldeus mágusok. Most itt térünk vissza, káldeus mágusok. Most mi volt ezeknek a káldeus mágusoknak, csillagnéző papoknak a legnagyobb titkuk? Az egész ókori világban őket tekintették a leghitelesebb csillagismerőknek, és most ne ijedjen meg senki, úgymond jövendő mondóknak. Most az, hogy az embert megpróbálják lebeszélni azt, hogy a jövőjét előre lássa, és hamis jövendő mondókkal évszázadokat gerjesztenek és töltenek ki, csak azért, hogy le lehessen járatni, hát ez egy eléggé felelősség teljes dolog, de ez azt jelenti, hogy nagyon rossz dolog. Mert leszoktatják az embert, a népeket, az emberiséget, hogy felelős módon saját jövőjébe megpróbáljon beható módon, és a magyar nyelv megint segítségünkre van, mert magyarul a jós, az mégiscsak a jó szóra megy vissza. Tehát nem az a lényeg, hogy én milyen rosszat tudok mondani. Ma, aki rosszat jövendől, nyugodt lehet, hogy be fog következni. Tehát ennél könnyebb dolog, hogy rosszat megjövendülni jelenkorunkban. Ehhez képest gondolom tudjuk, bekövetkeznek az események, és utána nyilatkoznak a jövendőmondók. Na most azért régen ez nem így volt. Hát utána én is tudok nyilatkozni. Meg utána én is meg tudom mondani arra a bolygóállásra, hogy ja, hát tényleg az tegnap előtt azt jelentette. Na de nekem tegnap előtt ezt holnap utánra kellene megmondanom, hogy mit jelent. És mivel a csillagos égbolt ismerete azért nem ötletszerű tudomány. Tehát itt kell egy tapasztalatvilággal rendelkezni. És egyébként ma is Magyarországon is vannak olyan kiváló emberek, most nem tudom, hogy mondjak-e neveket vagy nem mondjak, azért nem fogok neveket mondani, mert a többiek megsértődnének, hogy róluk miért nem beszélünk. De bizony egy csokorra való kiváló embert meg lehetne említeni, akik mondjuk, amikor éves prognózist adnak, de mondjuk nem pont csillagászati alapon, hanem a változások könyve alapján, a I Ching alapján. Hát az ember úgy meglepődik mindig, hogy amit mond, az be fog következni. Na ez már közelít ahhoz, hogy érzékeljük, mit jelent megmondani, mundán asztrológiai, hát most elvárások alapján a világ sorsát. Tehát ilyen hagyomány mindig létezett, hogy nem csak mi létezünk a világban, nem csak, hogy úgy mondjam, egy szűk kör, hanem nép is, nemzet is, a miénk is, és másik.
más is, és mundán asztrológia, ez a világ sorsát magyarázó csillagászati rendszer. És hát itt válik érdekessé az a tétel, hogy ennek ókorban a legszakavatottabb ismerői, úgymond, nem az egyiptomi csillagászok voltak. Az egyiptomiak teljesen más területen mozogtak olyan módon, ahol tényleg más hagyományköröket hasonló szinten lehagytak. De a csillagászat az kullogott gyakorlatilag a mezopotámiai után, a Káldeus után. És miért? És elmondják ókori források, tehát Jézus születése előtti évszázadokból származó források, a káldeusoknál azért alakult ki a csillagos égboltnak ilyen tökéletes ismerete, és még valami, ez még a szír kereszténység. Tehát nincs tévedés, a szíriai kereszténység, ami gyakorlatilag ez mai Izraelnek az északi részétől, hát nem is tudom, hogy meddig, de egészen a Havas-Libanonig fölmegy, mert Szíria azért megint csak egy biztos, hát ez a Libanon, ez ki lett hasítva Szíriában. Tehát Csontvári Koszka Tivadar, amikor elmegy és megfesti a Baalbek témájú festményét, vagy felmegy a Magas-Libanonba, hófötte csúcsok fölé és a cédrusokat megfesti, hát ő még akkor hivatalosan Szíriában jár. Tehát az, hogy feldarabolni országokat és területeket, hát ez nem Trianonnal kezdődött meg. És minden közel-keleti konfliktusnak gyakorlatilag, hát európai, nyugat-európai nagyhatalmi státuszban lévő országok és a mögöttük lévő háttérhatalmak a felelősek. Nézzünk rá egy egyszerű földrajzi térképre, amikor ilyen meghúzott határokat látunk, azok nem természetes határok. Így vannak olyan népek, akik gyakorlatilag, hát most nem nevezem meg azt a népet, mert nem akarok ennyire konkrét lenni, de az, hogy nincs egyszer csak saját Isztánukon kívül, nem találják saját hazájukat, Törökországban, Szíriában, Irakban, Iránban és Kaukázus térségében, gyakorlatilag így különböző országokban, és nem tudják összehangolni például a cselekedeteiket. De minden országban, ahol vannak, nyilván, mert egy karakán harcos bátor népről van szó, hát annak az országnak hát egy tehertétel. Na de kinek köszönhető ez? És akkor síratjuk Nyugat-Európát, hogy süllyed, mint Atlantis. Hát Atlantisnak legalább valami öröksége állítólag volt. Ennek nem lesz. Miért? Mert ennyire destruktív, ennyire szervetlen, ennyire a világgal nem összhangzatosan működő civilizáció, nem is tudom, hogy mikor volt utoljára a Föld nevezetű golyóvison vagy bolygón, szóval nem lehet egyszerűen szavakat találni. Na minden esetre tehát a káldeus mágusok és a szír kereszténység korábbi, mint a kopt kereszténység. Ez az egyiptomi kereszténység. És tulajdonképpen szinte egyidős az etiópiai kereszténységgel. Az etióp kereszténységnek az indulása az apostolok cselekedeteiben is megjelenik. Most ezeket miért hangsúlyozom? Azért, mert az sem ártana tudni, hogy a kereszténység hogy indul, honnan indul, és tulajdonképpen hol vannak az első olyan gócpontok, csomópontok, ahol önálló módon ki tud bontakozni. Na most egyik se Róma vagy Bizánc felé vezet bennünk. Ezek későbbi alakzatok és központok, megérdemlik a központnevet, ha szellemileg méltóak a vezetése, megérdemlik a vezetői, elhívó, mindent megérdemelnek, tehát nem erről van szó, csak nem ott kezdődött. Hát azért nem mindegy, hogy valaki megszületik, és akkor tulajdonképpen onnantól kezdve veszi saját magát is figyelembe, vagy eltelt az életében már 10-20 vagy 30 esztendő, vagy tényleg a bölcsőtől koporsóig tudunk követni bizonyos folyamatokat. Na most a szíriai kereszténység, elővesszük az evangéliumokat, állandóan ilyen mondatokat hallunk, hogy Jézus hírneve elterjedt Galileában, Júdeában, Szamáriában és Szíriában. Mindig ott említik meg Szíriát is. És az első kőből épített keresztény azonosítható templomok a földkerekségén
hol voltak, azért mondom, hogy hol voltak, mert ott háború van, és ezek a templomok első körben már találatot kaptak rendszerint. Ahol még mondjuk arámi nyelven tartottak Isten tiszteletet. Mi voltunk olyan templomban Szíriában, ahol ténylegesen a liturgia nyelve nem a görög volt, nem a latin, hanem az arámi nyelv volt, ami feltételezések szerint Jézus Krisztusnak a úgynevezett az a nyelv, amit ő használta tanításai útján. És az első ilyen kőből épített templomok minden jel szerint, tehát amik meg is maradtak, arról a területről kerültek el. Most az az ős kereszténységnek volt a fellegvára Szíria. Na miért hozom ezt elő? Mert nekik is van szent könyvük. Idézőjelben Bibliájuk, hát a Biblia az könyvet jelent. Se többet, se kevesebbet. Nekik is van. Ennek a szent könyvnek is van ótestamentumi és újtestamentumi része. Csak a könyv ilyen karcsú. Legalábbis, ami magyar nyelven Hán István gondozásában megjelent. Még valamikor több mint 30 vagy 40 évvel ezelőtt, hogyha így jól be tudom határolni. És mi ennek a lényege? Az, hogy ott szerepel az, hogy ki az, aki megjövendőli Jézus születését. Na most Jézus születését a szír kereszténység szent könyve szerint, és mai napig élő kereszténységről van szó, azért ezt nem árt tudni. Hát az Nimród, a világ első királya. Egy hosszadalmas Nimród történet jelenik meg. De közben az ótestamentumi pátriárkák is ott vannak. Tehát ott van Mózes, ott van Jákob, ott van mindenki. De aki megjövendőli Jézus Krisztus, az Nimród. És Nimród kinyilatkoztatása alapján, amikor átlépünk az új testamentumi részbe, Babilon városában káldeus mágusok a csillagos égbolton jeleket, csodákat, tüneményeket észlelnek. Meglátnak egy csillagot, amelyik csillagban egy fiatal lány van, korona van a fején, és a kezében pedig egy koronás gyermeket tart. Utána néznek Nimród kinyilatkoztatásában, hogy mit láttak ők ott akkor a csillagos égbolton. És Nimród kinyilatkoztatásából megtudják, hogy megszületett a megváltó. A megváltót látták. És azon nyomban elhagyják keletet, atyáik tanításai szerint, és mert káldeus mágusok voltak, jön Szent Efrén. Elméletileg ennek a könyvnek, a szír kereszténység szent könyvének a szerzője, tehát nem én avattam szenté, csak azért mondom, hogy érzékeljük, hogy ez keresztény vallás történet. És elég keresztény ahhoz, hogy komolyan kellene venni, mert ráadásul gyakorlatilag hát azon a területen is sokkal közelebbi értesülésekkel rendelkeznek. És ekkor csattam fel a szöveg, mert amit a káldeus mágusok megjövendőlnek, az mindig beszokott következni. Amit a káldeus mágusok megjövendőlnek. És más szövegek pedig, most elbúcsúzunk ettől, következőket írják, mondjuk hellenizmus korából görög történelmi szerző, a káldeusok 47 ezer éve, Jézus születése előtt vagyunk, na és itt törpül el Egyiptom. A 12 ezer évével, vagy a sok 10 ezer évével. 47 ezer éve úgy vizsgálják a csillagos égboltot, hogy náluk ez apáról fiúra öröklődő tudomány, éppen ezért nem rejtenek el semmit, nem csalnak, nem, most csak én mondom így, hogy nem blöffölnek. Miért? Mert az édesapa, aki a saját édesapjától örökölte meg, és folyamatos tapasztalatok. Tehát ez azt jelenti, hogy 47 ezer évet, mert az álló csillagképek világának van egy érdekes sajátossága. Ezek az álló csillagképek, amiket mi földről nézve látunk, csak látszólag változatlanok, nagyon lassú mozgást végeznek földről nézve,
de időnként, és most megint ugrok Egyiptomba, ahol nagyon sok templomot valamelyik fő, nagyon fényes csillagra építettek rá, tehát hozzáigazítottak. És ezért van az, hogy Egyiptomban a templomokat úgy fél ezer évenként át kellett építeni. Miért? Mert az az álló csillag már annyit elmozdult az első építészeti ciklushoz képest. Meglepő módon, bármilyen hihetetlen most, amit mondok, nem a csillagok jelentik a Föld, a csillagképek az örökké való, hogy úgy mondjam, helyzetet, hanem Földről nézve a nap felkelte hely. Ha az megváltozik, a Földön nincs élet. Tehát évmilliárdok óta keleten kel fel a nap, és nyugaton nyugszik le. Hogy érthető legyen. Tehát nem azt mondom, hogy mert a csillagos égbolt látvány az tényleg egy örök áhítatot jelent. De milyen érdekes a világnak a megszületése, kialakítása és területe, hogy egyszerre minden területen megkapom az ellenkezőjét, amit oda gondolok. Tehát arra gondolom, hogy a nap hozza állandóan a változásokat, bizony benne van az örökké valóság. Arra gondolok, hogy a csillagos égbolt sugallja az örökké valóságot, bizony benne van a változás. Miért? Mert teremtett világ örök rendjében bizonyos dolgok, hát nem ellent mondanak egymásnak, hanem kiegészítik egymást. És nem minden élet ritmus mondjuk 72 évhez van igazítva, a Földön sem. Hát egy ásvány, gondoljuk végig. Hány millió évekkel lehet mérni? Mi viszont szívünkkel, lelkünkkel, értelmünkkel, egyáltalán létünkkel abban a csodában részesülünk, hogy évmilliárdokat tudunk egy pillanat alatt, még táltosló nélkül is beutazni. Mert amikor belenézünk egy csillagászati rádió távcsőbe, és mondjuk egy kvazárt mutatnak nekünk a világegyetem túlsó partján, ahonnan állítólag a fény mondjuk 3,5 milliárd évet utazott. Most gondoljuk végig. Egyszerre megint csak mindent látunk a világból. Mert ténylegesen a fénynek is utaznia kell, és vannak olyan csillagok, ahonnan a fény elér mondjuk fél évtized alatt ide. De vannak olyan, hogy több százezer évet tesznek. Tehát felnézek a csillagos égboltra, mondjuk történetesen látok egyetlen egy csillagot, valami miatt érzékelem, és én nem azt látom, hogy az a csillag most ebben a pillanatban milyen, mert lehet, hogy már nem is tudom, hogy mit látnék, és meg is ijednék, hogy éppen mi van most ebben a pillanatban a fejünk fölött, hanem milyen volt mondjuk 384 ezer évvel ezelőtt. Hát a napnak a fénye, ami itt van, a mi csillagunk a nap. Hát belenézek a napba, most így ment lefelé, és felhők mögött volt, bátran oda lehetett nézni. Én nem azt láttam azt a pillanatot a nap vonatkozásában, hanem milyen volt 8 perccel ezelőtt. Világos? Vagy 10 perccel. Én nem mértem stopper órával, hogy 8,1 másodperc alatt érkezik ide a fény, vagy mennyi idő alatt. Na most mi a megdöbbentő? Az, hogy a világnak, az egész világnak, mi tulajdonképpen nem a jelenét látjuk, hanem a jelenben sűrűsödik össze az a tapasztalati élmény, hogy azt mondom, hogy tudok róla, tapasztalom. Nem a jövőjét látom, hanem mindig csak a múltját. És emlékezzünk a koppintós módszerre. Hát ha én itt koppintok az asztalon, és felteszem a kérdést, hogy ez mikor történt. Nem azt mondom, mikor történik, mikor történt. Már magunk mögött hagytuk. És ugyanakkor pedig a múlt, a jelen és a jövendő az egy szerves egységet alkot. És csak az ismerheti igazából pontosan a jövőt, akinek van múltja, aki a múltból tud elindulni. Miért? Mert ha én a csillagok alapján akarok jövendőt mondani, hiába lehet azt mondani, hogy valaki a legjobb asztrológus, legjobb felkészültség, egyelőre van egy probléma, hogy számítógépből, efemeridákból dolgozik, mert városban lakik.
Tehát a legnagyobb jó szándék mellett sem lehet azt mondani, hogy együtt lélegzünk, most így mondok, hogy ne sértődjön meg senki, a világ mindensége a csillagos égbolta. És amikor arról van szó, lehet, hogy mitikus száma 47 ezer év, de egy viszonyítási alap, hogy nem az egyiptomit tekintették a legősibbnek. És az időszámítási rendszerünkhöz visszaugrok, ha már idáig eljutottunk, ismert dologról van szó, mert mindig elhangzik, ókori népek, egyiptomiakat is beletekintve, melyiket tartották maguk környezetében a világ legősibb népének? A szkítát tartották annak. Na most itt válnak a dolgok izgalmassá, hogy tulajdonképpen a mágusok, a méd mágusok, a káldeus mágusok, egyáltalán hova tudnánk őket, milyen népi világban elhelyezni, mert hogy a pártusok szkíták voltak, ez nem kérdés, ezt gondolom tudjuk. Éjfeszítő népek, és akkor, tehát Jézus születése idején, ők már nagyon megizmosodtak. És tudni kell azt, hogy egy fél évszázaddal korábban bementek Jeruzsálembe, és a rómaiakat kiűzték onnan. És ezért a zsidó lakosság mindig a pártusoktól várta a felszabadulást, a megszabadítást. Vannak ilyen mondások, érdemes elővenni egyébként pártusokkal foglalkozó hagyományokat, ehhez képest úgy félnek a pártus témától, mint nem is tudom, hogy lehet ennyire félni. Ha majd zsidó síroknál pártus lovakat láttok, különböző fordítások össze-vissza fordítgatnak, akkor jött el a messiás óra. Most gondoljuk végig, hogy ez mit jelent. Tehát adva van egy ténylegesen nagy kultúrát, rendezettséget keleten megteremtő nép, ami lehetővé tette a korai kereszténységnek a kialakulását. Miért? Mert ami a római birodalomból megtartható volt, azt nem a római tartotta meg, hanem a pártus engedte meg neki. És az, hogy András apostol, Fülöp apostol, Tamás apostol, Bertalan apostol Indiába, Szkítiába tudtak menni térítő utakra, elnézést kiknek köszönhették. Hát volt egy rendezett világ, tehát el lehetett indulni. Tehát ennyi kis történelmi hátteret csak azért mondtam el, hogy káldeus mágusok, 47 ezer esztendő, a ókori hivatalos megállapítások e szerint, de mi a legcsodálatosabb dolog? Az, hogy ha túlzásnak tűnik, amit mondok, de ez azt jelenti, hogy 47 ezer évig visszamenve minden napnak ismerték a bolygó állását, és nem számítógépes rekonstrukciók alapján, hanem akkor, amikor az a történelmi esemény történt, milyen volt a hold, volt-e udvara? Ha éppen nőtt vagy fogyott, a szarva felfelé állt, vagy oldalt állt. Tehát régen nem csak a konkrét asztronómiai konstellációt vették figyelembe, hanem felhős volt az ég, vagy felhőtlen volt az ég. Hát itt a Földön én most már pontosan tudom, hogy mi a különbség. Hát ki az, aki, és ez nem babona, ki az, aki saját születésnapját szereti úgy, hogy hihetetlenül rossz idő. És gondoljuk végig. Hát amikor szakad az eső, be van borulva. Még a legegyszerűbb ember is ilyenkor mire gondol? Úristen, mi lesz ez után? Hát az én születésnapomban. Hát régen volt egy olyan mondás, emlékszem, hogy Molnár V. József nagyon szerette így az embereket, hát barátsággal fordult, de ha valaki ment hozzá, becsöngetett a lakásán, és éppen esett ki az eset. Na, olyan, te hoztad ezt az időt. Nem ismerős ez gyerekkorunkból? Te hoztad ezt az időjárást? Tehát, ha valahova vendégségbe megyünk, már elnézés, most ne nézzünk ilyen kétségbeesetten, hát nem mindegy, hogy milyen idő van. Az ember szereti, hogyha jó idő van körülötte úgy általában, és az eső az tényleg Isten áldása, nem erről van szó, csak úgy jelzem ezeket az apróságokat. Ezért van az, hogy még 200 évvel ezelőtt is az időjárását nem meteorológus mondta meg, hanem csillagász.
tehát a bolygók állásából, de nem a csak a konstelláció alapján. Hát ha nagy udvara van a holdnak, akkor mi lesz holnap után? Eső lesz például. Tehát, hogyha nagyon élesen látszanak a csillagok, például a csillagos égbolton, már egy hétre meg tudom, miért? Zseniális a dolog. Hát mi alkotja az időjárást? Milyen a légkörnek, a levegőnek például a páratartalma? Na most nyilván, ha nagyon párás és felnézek, az égi testeket, mivel nagyító lencseként működik, kicsit nagyobbnak fogom látni, de a gyengébb fényűeket már nem látom. Amikor viszont nagyon tiszta, a szél kipucolta az elfogyasztott levegőt, friss a levegő. Felnézek az égre, én Magyarországon is van olyan, hát nyáron lehet leginkább megcsodálni, hogy nem egyszer, hogy olyan csillagképek, amik például ilyen a Göncölszekér, bárki ránéz, a hét csillagát látja. Felnézek az égre, és nem látom a Göncölszekeret. Miért? Mert olyan tiszta az idő, és olyan csillagos az égbolt. És azért a Göncölszekér nem a csillagos égboltnak azon a részén van, ahol a tejútrendszer csillagai úgy kezdenek besűrűsödni. Tehát ezt csak azért mondom, hogy ezeket mind figyelembe kell venni. Az más kérdés, hogy nem veszük figyelembe, de alapvető módon ezeket illene tudni. És hogyha innen indultunk, mert a teknőkaparó kérdésköre merült fel, hát most gondolom nem nehéz megállapítani, hogy viszont lehet mondani világ sorsára vonatkozó előrejelzéseket, prognosztikumokat. És mert itt vagyunk Esztergomban, itt sikerül mindig hangsúlyozni, hogy Esztergom a magyar sorstörténet szempontjából az maga az orákulumok orákulum központja. Hát még Bonfini is leírja, Mátyás király idején Itáliából jött humanista történetíró, akkor leírja Magyarországot, hogy Esztergom bölcselkedésre nagyon alkalmas hely. Tehát nem minden hely alkalmas, hogy én bölcselkedjek. Miért? Ha leírják azt, hogy Buda arról volt nevezetes, még a török időkben is, azért török zarándokok, bár én nem hívtam őket, és nem nagyon kultiváltam, hogy jönnek mondjuk Evlia Cselebi, érdekes kiderül, hogy nem Mekkába szerettek volna eljutni, hanem Budára. Le is írják. Ó, Buda, érted, még a mennyei dzsenetkertet is odaadnám. Azt tudjuk, hogy mit jelent? Lemondok az üdvözülésről csak, hogy Budát testi szemeimmel lássam. Na most, ha egy török így nyilatkozik, akkor mi hol kapcsolódunk be saját múlttörténetünkre? Tehát nem tudjuk, hogy mi veszett el. Nem tudjuk, hogy mi pusztult el. Nem tudjuk, hogy mit hol keressünk. Ezért van annyi bajunk és gondunk, de azért mindent meg lehet oldani. És Buda arról volt nevezetes, hogy messze földön jó volt a levegője. Most én emlékszem a régi öregekre, egyetlen egy település rendszeren belül mondta, ő ott nem szeret lakni, miért rossz a levegő. Na de tata, papa, hát itt vagyunk a faluba. Mi az, hogy 100 méterre odél rossz a levegő? Tehát egyszerűen fogalmunk nincs arról, hogy mi az, hogy élet. Mit jelent az, hogy tényleg emberként élni? És tényleg megtalálni az emberhez méltó helyeket, és minden hely bizonyos késztető erőkkel rendelkezik. És Esztergom volt híres arról, hogy a kor legnagyobb csillagásza, legnagyobb asztrológusa, nincs tévedés, az akkori esztergomi érsek volt. Hogy hívták őt? Vitéz János. És a kor legnagyobb csillagászai, például egy Régio Montanus, akinek csillagászati direkció számításai a mai csillagászat tudomány is használja. Nem tudom, hogy felfigyeltünk arra, hogy mi hangzott el. Tehát segítek. Az hangzott el, hogy vagy fél ezer éve és fél évszázaddal korábban Budán és Esztergomban, ő német származású volt, Királyhegyi János, Régio Montanus. A kor legnagyobb csillagászai hol dolgoztak? Itt Magyarországon, vagy Budán, Mátyás király budai udvarában, vagy Vitéz János, esztergomi érsek udvarában. És ha történetesen írnak egy csillagászati művet, kinek ajánlják,
szöveggyűjteményekben olvasható. Segítek, középiskolai szöveggyűjteményekbe. Na most ezekből lehet tudni, hogy lassan oda jutunk, hogy nálunk senki nem járt iskolába. Tehát hiába tananyag, vagy ajánlott tananyag, hát tényleg, mint hogy Mars lakóknak hold lakók írták volna, nem foglalkozunk vele. Na most bizony benne van szöveggyűjteményekbe is. Miért? Mert hozzá tartozik az európai művelődés történethez és a csillagászat történetéhez. Hogy Regiomontanus, mint tanítvány ajánlja a művét, amit ma is hasznosan lehet csillagászati, asztronómiai alapon olvasni és forgatni, mint tanítvány ajánlja a mesterének. És Vitéz János jövendőlései miről szóltak? Mi lesz veled Magyarország? És megfesti az úgynevezett királyok termét, ez a Vitéz János stúdió mellett volt, ahol az összes szkíta uralkodó elődöt, az őskezdetektől kezdve a hozzájuk rendelt csillagkép és bolygó konstellációnak megfelelően. Ezt honnan tudjuk? Ez például annak a török pasának a leírásából tudjuk, aki az 1600-as évek elején, hát Esztergomot visszafoglalják először a keresztény hadak, Balassi Bálint ott fog elesni, akkor pont nem fogják visszafoglalni, de aztán visszafoglalják majd a török, megint visszafoglalja, és Ibrahim Pecsevinek hívják, és a következőket írja. Ez az érsek, ez az ember tudós ember volt. És a magyar néppel, nemzetével tudatni akarta, hogy mi fog bekövetkezni ebben az országban. És csillagászati jövendőle, ez ő, és a régi prognosztikumok alapján megíratta, mert régen nem úgy mondták, hogy festmény, hanem megír, tehát írásnak tekintették a képeket is, a festményeket is. Tehát megíratta, megfestette a palotát, és elmondja, hogy bolygó állások, csillagképek, és azért én erre kíváncsi lettem volna, de gondolom más is. És mi a lényeg? Nem csak addig festette meg ezeket a fülkéket, ameddig ő élt. Tehát megint mi a lényeg? Eddig a pillanatig én is tudok jövendőlni, hogy tegnap mi volt. De mi a jövendőlés? Az, hogy holnap mi lesz, és holnap után mi lesz. És vannak, akik kristálytisztán meg tudják mondani, vannak, akik találgatnak, vannak, akik érzik és sejtik, ezért homályos képekben, tehát mindenki, a kutya is érzi a földrengést, nyilván az ember valamivel érzékenyebb, mint egy ilyen négy lábon szaladgáló jószág, de lassan oda jutunk, hogy lehet, hogy ő lesz az érzékenyebb. De miért vagyunk így leválasztva a jövőről? Valakik nem akarják, hogy jövőnk legyen. És a múltat pedig végképp eltörölni. Na most, ha le van zárva a múlt, le van zárva a jelen, a jövő, bocsánat, a jelen mivé válik? Egy szakadékká válik. Miért? Mert sehonnan nem vezet sehova. Tehát abban a pillanatban betömörödik, bezsúfolódik, repedezik, veszélyessé válik. Nincs kilátás, nincs tekint. Mint akkor a borostyánban egy állat mondjuk, vagy kőzetbe, és örök időkre ott marad benne. Tehát ezzel, ahogy mondani szokták, nem lehet szórakozni az időnek az ilyenfajta viselkedésével és természetével. Tehát nem csak addig, ameddig ő élt, és ez Mátyás királykora, tehát Mátyás öt messze túléli. Tehát az érsek 1472-ben meghalt. Mátyás 1490-ben, és nem csak Mátyás királyig festi meg. És akkor képzeljük el magát Mátyás királyt, látja magát ott a festményen, látja ott a képen. És innen érthető sok minden, amit nem értünk a Mátyás utáni fordulatról is. Hogy miért nem a fia lett Magyarország királya? Hát egy Úr Lászlónál messze jobb lett volna. Tehát nem ez a kérdés. Vállalsz egy vállalást, vagy nem vállalsz egy vállalást? Ha vállaltad, akkor meg ne tedd le. Ezt most már végig kell vinni.
És a következő király ül a trónon, és alszik a trónon. De a trón alól, ez még a Nádasdi Mauzóleum meccet sorozatában is így van megfestve, trón alól egy szörnyetegnek a mancsa így elindul. Na most ez volt Úr László. Aludt szépen, és közben a bestia, az alvó fenevad pedig felébredt. Tehát ha itt elalszik, Petőfi nem véletlenül mondja, ébredj hazám, ébredj nemzetem. Nem ébredsz, nem lesz ébredésed. Utána pedig egy fiatal király jön. Előtte tűztenger, mögötte tűztenger, alatta szakadék, turbános alakok, fiatal uralkodó. Honnan hova? Innen sehol nem vezet út. Tűztenger és szakadék. Ki volt ez a fiatal király? Hát 20 éves korában hal meg a Mohácsi csatamezőn. Utána két meztelen férfi ember egymástól el akarja venni a Szent Koronát. Írja Heltai Gáspár kolozsvári könyvében, mert Kolozsváron éltő, és ott adták ki a magyar történetet, és Heltai Gáspár már az 1500-as évek, már török időkben vagyunk, amikor megfogalmazza, és csak így hozzáteszi. Ez is bekövetkezett. Na ez a jövendőmondás. Miért? Mert egyszerre két királya van az országnak. Szapolyai János és a Habsburg, uralkodó Habsburg Miksa. Na most gondoljuk végig. És utána még egy fülke, Magyarország címer pajzsa összetörve, előtte halott oroszlán vagy halott oroszlán, és én mire lennék kíváncsi, hogy még mit festett meg? Mert egészen biztos, hogy nem így ért véget. Na most ezeket miért hozom elő, ezeket a példákat? Hogy egy kicsit érezzünk rá arra, hogy mit jelent, ha valakik válteszként megmondják egy nemzetnek, hogy mire kell számítani. És mit jelent az, hogy mondanak dolgokat, soha nem következik be, mi viszont azzal vigasztaljuk magunkat, hogy van benne azért valami. Most nem akarok műveket megnevezni, mert akkor megint palota forradalom lesz. De elnézést, hogyha az én kutyám harap meg, akkor is harapós az a kutya. Ha az én gyerekem hazudik, akkor is hazudik az a gyerek. Ha az én nagyapám nem mond nekem igazat, akkor elnézést, a nagyapám nem mond nekem igazat. Tehát mikor jutunk el oda, hogy egymás hibáit nem dédelgetjük, nem pátyolgatjuk. Hát ameddig ide nem tudunk eljutni, nehogy azt higgyük, hogy ki fog közülünk emelkedni egy elhivatott vált, ez miért? Mert ahogy Ady Endre mondta, a csorda népek lelegelik állandóan. Nem tud elindulni, mert mindenki jobban tud mindent. Tehát szükség van egy igazságérzékenységhez, ami nagyon fájdalmas tud lenni. Hát amikor nekem az arcomban mondanak valamit, és igaz, az ember tudja, de azért három napig várni kell. Miért? Mert akár barát mondja, akár egy nem szimpatizáló ember, mégis az ember tudja eltalálja. Most azért gondoljuk végig. Tehát hiába van igaza, még akkor is tud fájni. Tehát ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy belül valami bennünk nagyon nincs a helyén, nincs rendben. Igaz szólás nem emberszólás tartja az ősi mondás. Tehát igazat mondunk, nem a másikat szóljuk le, és nem az a lényeg, hanem ott egy magasabb, hogy úgy mondjam, erő és fény tud megmutatkozni. Szól Justícia, igazság napja, ez maga Jézus Krisztusnak a neve. Na most kicsit messziről indultunk, de megyünk szépen tovább, eltelik néhány évszázad, és a 19. század elején megjelenik valaki, legalábbis az adatolás szerint, a mai néprajztudomány szerint is, és hát emlékezünk, itt felolvastam az idézeteket, tehát elmondja a 70 éves ember, hogy az ő nagyapjának a nagyapja mesélt róla. És akkor a nagyapja pedig élt 90 évet történetesen, hogy a teknyő kaparó mit mondott. Most a teknyő kaparó, mivel egy nem túl jövedelmező foglalkozási ágazatot jelent, és kétségtelen van etnikum specifikus vonatkozása, de nem ez a lényeg. Nem az, hogy a teknyő béka páncél jóslás tőlünk keletre,
mai napig alkalmazzák. És akkor említettem, hogy vannak olyanok, vagy van olyan, aki a változások könyve Jicsing alapján, hát minden januárban megad egy olyan prognózist, az ember azt mondja, hogy a betyár mindenit, a alapritmusok. Tehát nem az a lényeg, hogy nekem akkor január 18-án fog-e fájni a fogam. Tudod mit? Fog fájni, mert neked már most is fáj mindened. Úgy fáj neked az élet, ahogy vagy. Tehát nem ez a lényeg, hanem nagyobb természeti társadalmi mozgások, kozmikus mozgások. Miért? Mert kinek, lehet, hogy nekem jó, de mondjuk, hát elnézés, valami nagy természeti katasztrófa, az mégsem. Tehát a jövendőmondásnak meg kell mondania, hogy veletek mi lesz. Miért? Mert az, hogy veletek, azt jelenti, hogy vele-vele, tehát mindenki együtt alkotja azt a közösséget, akivel az események meg fognak történni. Ki így éli meg, ki úgy, ki nagyobb csapásként, ki Isten csapásként, ki kevésbé fájdalmasan, ki nagyobb fájdalmasan, de egy közösségnek, egy népnek és az emberiségnek is tudni kell, hogy mi vár rá. Na most miért tiltották le ezt az útvonalat? Miért iktatták ki gyarmatosítás idejében, bennszülött kultúrák felszámolásánál? Kiket írtottak ki első körben? A szellemi vezetőket, a jövendőmondókat. És hát egy édesanya is szeretné tudni a jövőt, hogy holnap milyen idő lesz, mi a búbánatot adjak rá a gyerekre. Nem tudom, hogy... Tehát ez nem egy misztikus dolog, ez hozzá tartozik az él, előre tervezünk. És akkor politikusok elmondják, de olyan politikusok, hogy vezető politikusok, hogy egy dolgot biztos tudnak. Fogalmuk nincs, hogy holnap mi lesz. Na de mi is itt tartunk már. Olyan világban élünk, hogy fogalmunk nincs, hogy mi lesz. Sodródunk az árral. Na és jött a teknőkaparó, és érdekes módon sok biztatást nem mondott. Hanem van egy olyan jövendőlés, tehát a apokalipszis. Nem az a lényege, hogy ő szomorú, pessimista, életünk, sötéten látja a dolgokat. Gyerekek, ha azon az úton indultok el, ha azon az úton a technikai, technikai civilizáció útján, veletek ez fog történni. Majd vasmadarak fognak tojásokat tojni az égből, és városok el fognak pusztulni. Majd be lesz hálózva az egész földkerekség, és majd úgy fogtok beszélgetni egymással a föld túloldalán lévő emberrel, hogy látni fogjátok. Hát ez még 30 évvel ezelőtt se volt napirenden, gondoljuk végig. Hogy érthető legyen, ez jövendőlés, világos. Ezek a jövendőlések. Meg az, hogy nem lesz magántulajdon. Az emberektől elvesznek mindent. Kiderül, nem a kommunizmus az, hanem a digitális diktatúra, digitális személyigazolvány, a pénz bevonása, mint kreditrendszer, bármikor, bárkinek majd a számítógépes rendszer leállítja azt, hogy ez az őrület, ami történik. Na ez jövendőlés. És hát eléggé jól megjövendőlik. És hát tulajdonképpen egy olyan hagyomány nálunk, egy olyan hagyomány körön belül jelenik meg az utóbbi évszázadokban, hogy mégiscsak úgy mondanak, hogy táltos hagyomány. És ha volt egy teknyő kaparónk, hangsúlyozom, hát aki a csillagos égbolton, és akkor innen ugrunk fel újra oda, bizony miért? Mert a jövendőt nagyon sok módon, például az I-Ching, amit már említettem, nem elsősorban a csillagos égbolt alapján, hanem a világban működő elemi erők mozgása alapján. Tehát az ötelemrendszer, a fény, a természet alapvető ritmusai miért? Mert lehet tudni, hát aki mondjuk szívinfarktus kap, akkor általában már több hónappal előtte vagy évvel érzi, hogy valami nem úgy mozog. Tehát ráhangolódni a taóra, már elnézést. Tehát ráhangolódni az útra, és ha érzem a problémákat, érzem az ellentmondásokat, a hátráltatójuk, akkor lehet tudni, hogy mi hogy fog összeállni. De az alapvető tétel, ha nem álmodom meg,
Azért mégiscsak az első üzenő rendszer az, hogy néz fel az égre, és milyen maga Jézus Krisztus is ezt mondja. Lesznek majd jelek a napban, a holdban és a csillagokban. Soha Jézus Krisztus olyat nem mond, majd lesz jel a tévében mondó orrán, a lapszemüvegében, a 3D-s nem tudom miében, az interneten, és mitől akarnak mindig eltéríteni. És tényleg eljön az az idő, amikor volt egy ilyen, hát elég humoros megfogalmazás, hogy valakik a holdat befestették vörösre, emlékezzünk vissza. És másnap, főnök baj van, valakik ráírták, hogy most nem mondom ki. Hát és mert inni szokták újabban. Gyerekek felnőttek, Afrikában volt üres, de kóla van, hogy érthető legyen. Nem tudom, hogy ki ismerte ezt az anekdótát annak idején. És bizony lassan eljutunk oda, nem lesz csillagos ég volt. Miért? Mert majd ilyen lézeres hologramokkal reklámfilmeket fogunk látni. Már a nyomai láthatóak. Tehát valahogy az utolsó mencsvárat is megpróbálják egy ilyen laboratóriumi lombik, falanszter bugok alá szorítani. Ez miért jó? Ez egy külön kérdés, de minden jel erre mutat. Hát városi létnek már nincs égboltja, nincs horizontja. Fényes csillagokat, ha szerencsém van, még látom, vagy olyan fekvésű emeletes lakás ablakából lehet kinézni, de gyakorlatilag már lehetetlen. Tehát mindezt miért hozom elő? Azért, mert a legjobb képességű, hogy úgy mondjam, csillagos égbolt ismerősöknek is, vagy ismert módszereknek is megvan a hátra. Megtanulom az asztrológiát, megtanulok valamit, de nincs tapasztalatom. Világos? Ez egy ugyanúgy, mint a tudomány, egy ilyen pillanatnyi. Nem azt mondja rögtönzés és ötlet, mert nagyon sok mindent meg lehet mondani, és nagyon hasznos dolgokat. De mégis érezni, hogy hiányoznak a távlatok. Tehát ad egy nagyon jó diagnózist, de nem tud mondani prognózist. Már a diagnózissal is boldogok lehetünk, mert hát minden gyógyításnak az alapja, hogy meg tudjuk mondani, hogy mi a bajnak az oka. Tehát ki lehet indulni. De a mundán asztrológia nem ez a szint. Mi lesz veletek, emberiség? És tulajdonképpen ez a teknő kaparó, tehát ha felnézünk a csillagos égboltra, a nagy nyári háromszög vonatkozásában, a hattyú, a sas, és van egy harmadik csillagkép, a Líra vagy Lant, főcsillaga a Véga. Most nálunk ezt csősznek is nevezik. A csősz pedig nem nagyon szokott szórakozni. Ha valaki olyan megy oda, ahol ő a csősz, megint a megboldogult ősi idők, mi még emlékszünk arra, és az idősebbek emlékeznek arra, hogy milyen puskával járt a csősz. Sós puskával. Nem tudom, hogy hallottunk-e róla. És úgy lőtt vele, hogy na, nekem nem volt ilyen élményem, csak úgy mondom. Na most, ha ott valaki csőszködik, ez mit jelent? És a Véga az ötödik legfényesebb csillag. Költők nagyon szeretik, mert amikor ilyen romantikus művek, vagy zöld csillag, kék csillag és egyéb csillag, az maga a Véga, bármennyire hihetetlen. Gyönyörű, sziporkázó fényű csillag. Nincs költő, akit ne szólítana meg. Miért? Mert városba is lehet látni nyaranként. Tehát azért mégiscsak van fényereje. De mire figyelmeztet? Eleve a tejút látható fényútjának, hát nem a belső részén, hanem a szélétől is eltávolodva. És tejúton áramolnak, a látható útján áramolnak a jótékony, generatív, teremtői erő. És mit csinál a csősz? Lesi csőszidő. Hát nyilván, hogy mi hova áramlik, hova megy, mert képi beszéd. Egy gyerek is tudja, hogy mit csinál egy csősz, egy csillagász is tudja. Annak a csillagnak a tulajdonsága ebben a tevékenységi körben az egyik nagyon jól megfogható. Éberen figyel. És miért figyel? Nehogy valami rossz bekövetkezzék, és hogyha bekövetkezik, akkor nem kezd el ügyögni. Jaj, kedves szalmatolvaj!
drága kis szöllőtolvaj, seregély fiókái. Hát nem kéne a repülés tudományát máshogy működtetni? Úgy oda penderít, mint annak legyen. Tehát ott itt, ott abban a pillanatban döntés történik egy ilyen Szent Mihályi szerepkörben. És nem luttollal csiklandozza a kedves tolvajnak a tolvajlási kedvét, a kardjával esetleg odavág. Csősz. Viszont ennek a mégiscsak egy hangszer jelenik meg, harmónia, igazságot, igazság révén harmóniát teremteni, ha megborult, megbillent az egyensúly a kozmoszban. És viszont ezt a lantot hogy készítették el? Már elmondtam, de nagyon tanulságos, miért? Mert innen érthető az, hogy tőlünk keletre, tőlünk nyugatra, de a óceánon túli nyugaton mindenhol megjelennek a teknős békák. Teknős békák. Hát van egy nagyon híres gyerekkori olvasmányunkból híres törzs. Nekik drukkolt a félvilág. Bohikánok és delavárok. Az egyiknek szarvas volt a totem állata, másiknak teknős béka. Én egy kicsit mindig elszomorodtam, mert Csingacsúnak hogy lehet ide egy teknős béka? Hát az ember megöregszik és megtudja. Kell ez az ősi maradandó bölcsesség. A teknős béka nem szokott kapkodni. Tehát mi a lényeg ennek a tulajdonságkörnek? Örökké valóság, időtlen, hosszú idő, nagy idő. Tehát nem a percre vonatkozó dolgok, egy maradandóságot fog képviselni. És hát jártunk Belső Ázsiába, tényleg ilyen 5-6-10 méteres, hatalmas nagy kőből faragott áldozati teknőcökkel lehetett találkozni. Na ez a teknős, ez a teknős. A teknőkaparó miért? Mert tűz fölött melegítik, és szó szerint a jövőt ebből fogja kikaparni. Tehát én gondolhatok arra a teknőkaparóra, hogy hát szegény kaparta a teknőt, dagasztók teknőt, mosdók teknőt, mindenféle teknőt, na de szájbarát, teknős technika, technika. És a teknős csak technikai civilizációról mondott ítéletet. Vigyázzatok! Tehát nem volt pessimista, mondanánk, hogy realista volt. Hát tök logi, gyerek is, fiam, elmész azon az úton, züllött vadbarom leszel. Elmész azon az úton, embereknek fogsz jó példát mutatni. Benne van a pakliba az utak, hát mesében is. Arra az útra mész, élve nem jössz vissza. Hős általában mégis meg kell váltani dolgokat, hát nem fog ettől megijedni. Tehát érezni kell, hogy ott bizony, és véga, és hogy alakítja ki ott a lantművészet tudományát, hát ezt múltkor sikerült itt elmondani, Hermész, a hármas, Hermész Trismegisztos, aki a háromszoros magasztos nagy bölcsességgel rendelkezik, és képzeljük el, mit kell a görög nyelvnek pedálozni, hogy Hermész, és még magyar ez a Trismegisztos. Magyarul Hermész az a hármas, az a hármas bölcsesség. Már hangalakilag megfogtuk. Hogy nagy baj ne legyen, ilyenkor mindig Kerényi Káron szoktam idézni, aki a görög mitológia kutatásnak 20. században utolérhetetlen alakja. Graves egy ilyen kis, hogy úgy mondjam, kis könnyen fogyasztható kis zsúrfiú mellette. Ő Svájcban élt. Tehát ő ilyen módon az dolgokkal nem foglalkozott, mert pont a magyar hagyományt nem kedvelte. Ettől függetlenül világhírű, hogy úgy mondjam, tényleg a legtöbbet ő tett a görög műveltség megismerés, mitológia megismerésé. Ő maga mondja, a görög Isten neve 99%-a lehet, hogy túlzok, nem görög eredetű. Világos? Akkor mit, miből akarunk megmagyarázni? Igen, mert magyarul az Apolló apolgat. Megapolgatok valakit, akkor utálom. Megapolgatás az azt jelenti, most nem fogom bemutatni, mert könnyen félreérthetővé válik. Az minimum egy ölelgetés és puszilgatásnak a világa. És hogy lehet ápolni mondjuk valakit? Ápoló, apolló. Hát szeretettel, bármennyire hihetetlen.
és mert mégiscsak a nap tulajdonságok egyik sajátossága, tehát a fényből áradó, hogy úgy mondjam. Egyébként Egyiptomban van erre nyom, pont a legrosszabb egyiptomi korszak, Echnaton fáraónak a rémuralma idejéből, megjelenik a fizikai nap ábrázolása, tehát az atomkultusz. Aton az a fizikai tulajdonságait jelentette a napnak. Tehát már megfosztják egy magasabb tulajdonságkörtől. Azért olyan nagyon népszerű Echnaton fáraó a mai világban. Miért? Mert minden mai tömeggyilkos diktátor tulajdonképpen egy ősképét láthatja saját vonatkozásában. Nem túlzás, bármennyire hihetetlen, nem túlzás, ami itt elhangzik. Viszont vannak nagyon jó ábrázolások, mert azért mindig lehet valami tanulságot levonni, amit mindenki érez. Tavaszonként, ha kifekszünk, vagy kimegyünk a napra, hogy érezzük a napsugarat? Szinte simogat. Egyiptomban ebben a korban a napsugarak miben végződnek? Simogató készfejekben végződnek. Na ez a kezelésnek a tudománya. Tehát ápoló. Tehát a fénnyel való gyógyításnak. Csak hát így is meg lehet ragadni dolgokat, és akkor már úgy kezeli meg, hogy nem kap levegőt. De ezek tényleg simogató és áldó kezeknek fognak számítani. És visszatérve Hermészhez, lantot készít magának, de meggyilkol egy teknős békát. Na most itt jön a véga, szabályos hanggal, aki megfelelője, a béka és a béka, és a béke. Na, tehát véga. És hát nem mindegy, hogy az a béka valami alá kerül, az a békesség, vagy pedig tényleg egy egyetemes jó béke. Tehát itt a nyelvnek döntő szerepe van. Mert nem tudjuk, hogy az mitől lant az a csillagkép. Annak van egy története. Ott valakit, egy élő lényt, hát szó szerint, mert ezekből a beleiből készíti el a lantnak a húrjait. Szinte szemünk láttára. És az kerül oda. És a véga, érdekes módon, líra, ezt még értjük, tehát ez a húros hangszer, pengetős hangszer, ez gyönyörű, ez görög-latinból érthető, na de a véga már arab eredetű szónak. Nem tudom, hogy érzékeljük-e. Csillagképet mondjuk megnevezik arabul, de a csillagait görögül. Vagy csillagképet megnevezik görögül, de a csillagait pedig megnevezik arabul. Nehogy megismerjem a csillagos égboltot. Egyszerűen döbbenetes. Tehát három nyelven jelennek meg a csillagos égbolt csillagászati azonosításai. Görögül, latinul és arabul. Holott? Hát minden nép a saját nyelvén valahogy csak megnevezi azokat a csillagokat. És érdekes módon tényleg a nyelv az rávezethető lehet. És hogyha ezzel a vonallal, teknősséggel úgy el vagyunk, akkor jön a táltosoknak a táltosa. Mert tulajdonképpen nem a teknős, hát aki sokan mit mondanak, akik megint itt voltak, vissza tudnak emlékezni, sokan mit mondtak rá, még a dokumentumfilmben is, ami a 70-es évek, 80-as évek tájéken készült, mit mondtak? Úr Jézus Krisztus volt az. Úr Jézus Krisztus. Na de, ami lényeges ebből a szempontból. Ha keresünk egy táltost, aki tényleg táltos. A táltosok táltosa. Tehát minden gyerek tudja. Akkor érdekes módon egy név ugrik be, miért? És ráadásul egyetlen egy olyan csillagkép van a csillagos égbolton, még az Orion csillagkép sem tartozik oda. Amelyeket szinte mindenki ismer. Tehát a legismertebb csillagkép a Göncöl-szekér. Tehát a Göncöl-szekér. Csak van egy nagy kérdés. Honnan kapta a nevét? Mert ez nem a Transzibériai Express, így, hogy Göncöl-szekér a csillagos égbolton. Ez valakinek a szekere, hogy érthető legyen. És ez Göncöl-táltos szekere. Na most Szent Istváni térítés, én mindig egy kicsit ironikusan mondom, annyira térített és pusztított, hogy még ma is gyakorlatilag
a csillagos égbolt legfontosabb csillagképeit nem keresztény keresztelés alapján azonosítjuk, hanem a kereszténység előtti korból megörökölt megnevezések alapján illetjük. Göncöl, szekér, göncöl, tátos szekere. Na de ugyanezt a szekeret, és itt jön a teknyőssel való párhuzam. Meglepő módon hogy nevezi a magyar népi hitvilág, még hogy nevezi? Jézus Krisztus szekere. Szent László szekere, Szent Mihály szekere. Hát erre mit mond az ember? Nem rossz csapat. Nem rossz csapat. És megint az áthallások. Bosnyák Sándor gyűjtése, említettem, Égi Tátos, kivel azonosítják? Égi Tátos, kinek a neve? Jézus Krisztus. Csak így. Ki az az Égi Tátos, kérdezi a néprajzkutató. Miért az adat között maguk nem tudják? Hát Jézus Krisztus, ki lenne? Ki a csoda lenne? Szent Lászlónak mi az állandó jelzője a néphagyományban? Milyen királyú, milyen rangú, minőségű, milyen rendkívüli képességek letéteményeseként király? Tátos király. Akinek tátos lova, mert ha egy lónak a neve, ez a Szent István már megint elvetődött itt a térítési útvesztőkön. Ez megint ironikus megjegyzés volt. Előveszek egy magyar krónikát, elérkezik a krónika mondjuk Nagy Lajos király számára íródott képes krónika, vagy Mátyás király idejében megjelent Túróci János krónikája, elérkeznek Szent Lászlóhoz, mi a következő mondat? Lovát szögnek hívták. Most el tudjuk képzelni, hogy ez mit jelent? Ha több száz, azt nem tudjuk, most ne ijedjen meg senki, hogy ki volt, mi volt Szent László feleségének a neve. Világos? De azt tudjuk, hogy a lovát hogy hívták. Elnézést, akkor milyen ló volt az? Tehát tényleg milyen ló volt az? Hát egy futottak még kategóriában, egy harci mén, vagy csődör nem nagyon, mert aztán az képes csodákat tenni, csak nem a csata, mert egy más típusú területen. Tehát végeredményben érezni lehet, hogy közben ugyanaz a tulajdonságkör, és miért emelem ki most Göncöl Tátost? Tehát ha Göncöl Tátos az égbolton, a Göncöl szekér csillagképnek a megnevezése olyan nagyságban jelenik meg, hogy Jézus Krisztus, tehát rajta kívül, hogy Jézus Krisztus. Nota bene Szent Lászlót kinek az arcával ábrázolja középkori freskó festészetünk leggyakrabb módon. Közhelyszerű a művészet történetben. Jézus Krisztus vonásaival ábrázolják. Ugyanakkor pedig van egy ilyen arkangyalos, tehát Szent Mihály arkangyal, Szent Mihály szekere, ez már egy kicsit figyelmeztető. Miért? Mert Szent Mihály nem az élet elején jelenik meg, hanem az élet végén. Na most Jézus Krisztus elmondja, hogy mi lesz a világ végén. Szent Mihály minden emberi élet végén megjelenik, mert ő a lélek mérlegelő angyal. És huszadrangú kérdés, hogy én hiszek benne, vagy nem hiszek, mindenhol úgy mondják, hogy az ember halála pillanatában, vagyis kicsit utána megmérettetik. És miért mondják azt? Mert Jézus nem buddhista volt, de mégis mit mondott? A te tetteid követnek téged. Na most Jézus sokszor nagyon keményen fogalmaz, olvassuk el az evangéliumokat. Csak mi mindig azt szeretnénk, hogy nagyon kedves, tud nagyon kedvesen is fogalmazni. De egy biztos azért, mond olyanokat. Ketten lesznek a mezőn. Egy felvétetik, egy ott hagyatik. Világos? Tehát mi vagy a mennyországot egy ilyen dunctos üvegnek képzeljük, amiben cukrot, mézet, édesítőszereket, szirupokat így beleöntenek, és így ad olyan édes. Hát lehet, hogy felfordulsz tőle, olyan édes lesz. Jézus igazság, aki viszont kegyelmet is tud adni. És végül is szeretném, hogyha ő már nem csak én élnék, ahogy Pál apostol mondja, hogy Jézus Krisztus éljen bennem, de ez micsoda vágyám. De egy biztos, az én tetteim
követni fognak engem. És gondoljuk végig egy emberi életbe, hányszor jön be egy lelkiismeret furdalás. Ezt nem így kellett volna, ezt nem úgy kellett volna. Nem tudjuk, hogy mi az, hogy főben járó vétek, vagy bűn, vagy egyéb jellegű dolog, vagy hiba. Tehát van a hiba, ez az alacsonyabb fokozat. Van a vétek, ez egy olyan közbőső, és van a bűn. Na most, ma már rendre úgy beszélnek, mintha a bűn ez a legalacsonyabb fokozat lenne. Nem, a bűn az a bűn. És a vétek az előszobája. Tehát a bűn az már karmikus tehertételként jelenik meg. A vétek az kicsit a hibát folytatja, csak még jobban. Tehát ott hibáztál, elkönyvelhetjük, hogy nem tudtál róla, a véteknél már nem az a helyzet. Már három hibád, már negyedszer is ugyanazt csináltad. De még mindig lehet korrigálni, még mindig lehet javítani valamilyen úton, módon. És bizony, hogyha Szent Mihályról neveznek el egy csillagképet, ami valószínűleg majd látjuk a csillagképnek a magyar mondai, csillagmondai hagyományban, csillagmitoszi hagyományban a sors történetét, egy biztos göncöltáltos, a hétköznapi történelmi időket figyelembe véve nem Jézus után született, hanem Jézus előtt. Már most megelőlegezem, hogy miért. Mert eredetileg a göncöl szekér, szekér rúdja, tehát a csillagkép rúdja, az nem görbe volt, nem megtört volt, hanem egyenes volt. Most nem rendelek el szünetet, hogy a szünetet arra használjuk, hogy interneten megnézzünk bizonyos adatokat. Most kezdődik igazából majd a vizsgáztatása a dolognak. És akkor gyorsan a csillagos égbolt ábrázolásának, a csillag a legősibb képjelek közé tartozik. A leggyakoribb, legősibb csillagágazatok, tehát amikor ágakba, sugarakba mérik a csillagokat, az egyik a nyolcágú, tehát ez azt jelenti, hogy négy így, négy pedig amúgy. Tehát nyolcágú csillag. A másik pedig, ne jegyjünk meg, ötágú csillag. Tehát az ötágú csillagot úgy lejáratták, hogy ahhoz képest még a hatágú sem rendelkezik olyan jó, hogy úgy mondjam, nem tudom, hogy mivel. Tehát eleve, amit hatágú csillagnak neveznek, az nem hatágú csillag, hanem két-háromszög. És például a hinduizmusban, a jógában hol kapja meg a helyét? A szív tájékán. Miért? Mert fentről lefele áramolnak az éltető energiák, lentről pedig felfelé, és van egy állandó áramkör. Két oldalsó nádi az a pingala és idanádi, az egyik fehér, a másik vörös, az egyikben ilyen tiszta fényenergia, a másikban tiszta életerő. Melyik a tiszta életerő? A nyilván a piros. Melyik a fényhez kötődő? Nyilván a tiszta. Az pedig a fehér. És középen az úgynevezett Sushumna nádi. És végeredményben azt mondják, hogy ezek a központok egy átlagember számára léteznek, mert ettől létezünk. Csak nincs vele kapcsolatunk. Tehát igazából nem tudjuk mozgósítani, miért? Mert valahol alul össze van tekeredve egy kígyó. Hát egy férfi ember már el tudja helyezni, hogy tulajdonképpen mi ez az összetekeredett kígyó, de ténylegesen össze van tekeredve ez a kundalini, és ameddig az nem ébred fel, addig ezeket a központokat miért? Mert egyszerűen nem hétfejű kígyóvá változik, csak hogy mitől lesz egy sárkánynak hét feje? Hát pont attól, hogy ezt a hét központot lezárja. Tehát abban a pillanatban, amikor elindul felfelé, megnyílnak a virágok, és a világok és világosság támad, és megvilágosodás élmények következnek be. És ez a legmagasabb pont, valahol alul van, most nem mutatom meg, a legalsó csakra, a legfelső csakra, és hát a negyedik az hol van? Mert hozzá képest három fel, három le, na ez van itt. És mi a jele?
van egy felfelé mutató háromszög, ez a tűz elemnek a jele. Miért? Mert a tűz felfelé áramlik. És van egy lefelé mutató, ez a víz elemnek a jele. Na most ezt nevezik hatágú csillagnak, de ez két háromszög. És ott ők úgy mondják, vagy virágot tesznek középre, vagy ezt a híres Om jelet, ami egy ilyen hárommasra emlékeztet, és akkor van egy ilyen kunkorkája, meg van egy ilyen bindu nevezetű pontja, és honnan kell ennek a szent imának, ima vagy Om ugyanaz. Tehát ez az emha, nem tudom, hogy miért, úgy tűnik, hogy ez a nazális hang, ez be tudja rezegtetni az egész világ mindenséget. Miért? Mert köhögős hangoknak mi a lényege? Hát ezzel rezeghetitek. De azt, hogy hát a világ végéig a harang nem zúg annyit, amennyit mi tudunk zúgatni. És tényleg van egy békés is tónus ennek a hangrezgésnek, és ugyanakkor pedig egy erőt adó is. Tehát tényleg egy csodálatos jelenségről van szó. Na most ezt azért mondtam el, hogy fogjunk már hozzá, hogy ezeket a jelképeket nem ma találták fel, hanem használnak, lejáratnak képeket. Ötágú csillag, nincs olyan zászló a Földön. Ha megnézzünk ilyen földrajzi atlaszba, a Föld országa, és ott vannak a zászlók. Hát a legtöbb jel, ami jel, zászlókon nem a nap, nem a hold, hanem az ötágú csillag. Az lehet kommunista ország, lehet kapitalista ország, lehet vallásos ország. Én nem tudom, mint hogyha tojnák az égből az ötágú csillagokat, olyan előszeretettel teszik zászlóra. Tehát lehet vörös az a csillag, lehet fehér az a csillag, lehet sárga az a csillag. Teljesen mindegy, hogy milyen a színe, öt ága van. Na de elmegyünk Egyiptomba, és érdekes módon ott rendre, ott, hát ha valaki tényleg jár Egyiptomba, hivatalos egyiptológia 3000 évet ad nekik. Az, amit látunk, tehát nem a piramisok meg az archaikus épületek, hanem tényleg az, amit Egyiptomnak tulajdonítunk, az tényleg valószínűleg nem lesz több 3000 évnél. Az, hogy ők mibe bújtak bele, milyen elhagyott csiga házba bújt bele, az, amit mi egyiptomi kultúrának, civilizációnak nevezünk, az külön kérdés. De nagyon magas rendű. És ha valaki járt a Nílus két partján, azt mondja, ennél többet ott nem lehetett kihozni a világ ismeretből. Tehát amit lehetett, kihozta. És óriásiak a tanulságok. De az, hogy 3000 éven keresztül nem változik, és ötágú, és a királysírok völgyébe, képzeljük el, amikor mondjuk valamelyik fáraó sírjába járunk, vagy 100 méter folyosó be a hegy belsejébe, és ott vannak körülbelül, ez egy kisebb teremnek számít időnként, amik ott vannak, és hát mivel nem ilyen háromszögesített a mennyezet, hanem ilyen plafon jellege van, tele van csillagokkal. Hát az, aki oda festette, annak az milyen büntetés lehetett, én nem tudom. Ez körülbelül gyerekkorunkban, amikor le kellett írni, hogy a tanárnénivel nem beszélek csúnyán. Tanárné, nem tudom, hogy kapott ilyen büntetéseket, hogy százszor írd le a kófiam, hogy... Megtört, százszor leírtam, másnap ugyanúgy folytattam, hogy az íráskészség meg kicsit javult, technikásodott, de hogy nagy pedagógiai előnye, bárki tudja. Na minden esetre csak azért mondom, hogy Egyiptom az tényleg egy konzerváló, megtartó, nem teremtő erők, hanem valamit készen kaptak, és nagyon fontosnak tartották, hogy változtatás nélkül adják tovább. És erre hagyomány van, ők maguk mondják, mert addig léteznek csak, amíg nem változtatnak. Abban a pillanatban, amikor elkezdtek változtatni, hát jó, a sors is úgy hozta nyilván, egy-két nemzedéknyi idő alatt úgy eltűnt, hogy képzeljük el, hogy a 4.-5. századra már ember nem volt Egyiptomba, aki még egyiptomi volt, de se az egyiptomi nyelvet nem beszélte, se a hieroglifákat már nem tudta olvasni. Szóval így ki lehet zökkenni. És ötágú csillag. Na most az ember szempontjából ez mit jelent? Ez Leonardo da Vinci is foglalkozott ezzel a kérdéssel. Ember szétveti a lábát, széttárja a kezét, abban a pillanatban egy pentagrammába lehet bezárni.
És tulajdonképpen ez a mai mániának a lényege. Az embert valamibe, nem a csillagba akarják bezárni, hanem a geometriai határból, kristályszerű szerkezetbe akarják bezárni. Tehát nem azért használják az ötágú csillagot, mert tudják, hogy mit jelent, hanem azért, mert bezár. És bezárja a fejed, bezárja a lelked, bezárja a cselekvő, bezárja a mozgáskészséget, mindent egy kalitkába be tud zárni. Átmegyünk Mezopotámiába, ott minden csillag, hát nem egészen így van, de ott a nyolcágú fog dominálni. És ha lerajzolunk egy nyolcágú csillagot, akkor már jön a sumerológus és elmondja, hogy ezt úgy kell olvasni, hogy Dingir, a jelentése az, hogy Isten. Tehát ez mit jelent? Az Istennel való legközvetlenebb kapcsolat földről tájékozódva a csillagos égbolton mutatkozik meg. Tehát a csillag mondja meg, hogy mit jelent Istennek lenni. Idegen ez a kereszténységtől? Betlehemi csillag, világos, csillag fogja megmutatni. Tehát nem mondok semmit, mert blaszfémiánk, annyi járművet mondhattam volna most. Próbálom visszafogni magam, tehát akkor nem. Adventhez tartjuk magunkat. Tehát a csillag az mindenhol ott van. És viszont itt válik egy izgalmasabb dolog, hogy hogy van az, hogy az egyik helyen ötágú, a másik helyen nyolcágú. Honnan ismerős nekem, csillagra vetítve, ez a fajta számosság. És kiderül, hogy lejövünk az állócsillagképek, állócsillagok világából, bejövünk a hét bolygórendszerbe, most a Szaturnuszon túli bolygók minket nem érdekelnek, mert szabad szemmel nem látjuk őket. Tehát ez az egyszerű tájékozódási vonalon, mit látunk a csillagos égbolton. És bizony van egy olyan csillag, bujdosó csillag vagy bolygó, meglepő módon ugyanaz lesz a neve, mint bármelyik más csillagnak, amikor általánosságokban azt mondjuk, hogy csillag. Ez pedig az esthajnal csillag, vagyis a Vénusz, vagyis a fényes csillag. Na most mi itt az izgalmas? Az, hogy 5 földi év, az pontosan, vagyis bocsánat, 8 földi, nem, 5 földi év, az 8 Vénusz esztendőnek felel meg. Tehát a Föld és a Vénusz vonatkozásában egy ötösség és nyolcasság mutatkozik meg. Ami itt 5 év, az ott 8 év. Tehát az ötágú csillag és a nyolcágú csillag, ezért van, hogy honvisszafoglaláskori sírokban is vannak ötágú csillagok, és nem voltak maoisták, nem voltak kommunisták, nem voltak nem tudom mik. Tehát egyszer s mindenkorra felejtsük el a mai időknek a jelkép használatát, mert be fogunk záródni. Hát azért használják, mert az emberiség most elnézést, amit rá van kattanva. Miért? Mert ősképek. Nem tudom, hogy lehet ennél szebb, úgyis rá fog harapni. Miért? Mert ez tényleg van. Csak majd máshonnan fogják tartalommal megtölteni. És mi nagyon érző lények vagyunk, a Vénusz az az érzésekkel, nagyon ám érzelemvilággal, hát ott aztán már lehet manipulálni, vég nélkül. De az élet csillagának meglepő módon, így, hogy élet csillag, nem egy nép hagyományában, nem a napot, nem a holdat, hanem a Vénuszt fogják nevezni. Tehát ezért van az, hogy esthajnal csillag nélkül, vagyis egy hétbolygó rendszer vonatkozásában a nap az adja a fényt, fényből lesz minden. Na de ha a hold nélkül adná, nem lenne ritmusa, nem lenne struktúrája. Tehát a hold az rávisz egy ritmust. Igen ám, de abban a pillanatban megjön a nap és a hold, szent kettősség soha nem létezett, hanem szent háromság. Tehát meg kell jelenni, amelyik a nappal, a holddal is, életadás szempontjából elválaszthatatlanul összetartozik. És ha egy nő mondjuk a havi ciklus alapján, holdjárás mentén tudja meg, hogy éppen mi a helyzet, ha abból kimozdul, elkezdődik egy 9 hónapos szakasz, és a Vénusznak az egyik láthatóságtól láthatóságig,
terjedő időszaka pontosan 9 hónapig tart. Tehát ezért van az, hogy az anyaságot, ez Papp Gábor számtalan alkalommal szokta részletezni, kellőképpen megmagyarázva, művelődéstörténeti képekkel, emlékekkel, szobrokkal festve, ami általában megjelenik a művelődéstörténetben kiegészítve, felmutatva. Tehát az anyaság az mindig a Vénuszhoz tartozik, a szüzesség az mindig a Holdhoz. Adjuk össze a kettőt, kit fogunk megkapni? Szűzanyát. És akkor már a kis csillagát ott fogja a kezében tartani. Mert abból lesz élet. Tehát ez a hatalmas fényt emberszabású életté átváltani tudó bolygó minőség, na most ez a Vénusz. Mert a nap az nagyon nagy. Hát azt nem kell magyarázni. Gondoljuk végig, hogy az az milyen fényenergia többlet. Na de hogy lesz ebből valaki egy 82 vagy egy 62 centi magas, 50 vagy 150 kiló, hogy érthető legyen. Tehát itt még nagyon sok mindennek kell együtt lenni.